Üdvözletem mindenkinek, ismételten Obscure 2 van, mint ahogy eddig is Obscure 2 volt, és folytatom tovább ugye itt a kalandozásaimat a kórházban, és továbbra is igyekszem nektek az égvilágon mindent megmutatni a játékban, hogy mi hol van, hogyan lehet a lehető legjobban megcsinálni. Hi, professor! Corey, I found it. The flower is a natural drug from the poisonous Solanaceae family. It seems to have undergone a cellular mutation. And? What are you waiting for, professor? A research grant? If you want to help, meet us at the hospital. I'm already here, Corey. I'm in the lab on the ground floor. Okay, professor. See you down there. Na most itt is megint körül lehet nézni egy kicsikét. Összeesett tüdő, két törött új, és egy... Aha, gerinc hajlás. Scanner használat, és PC. I don't know how I did it, but the lab door's open. Na most pedig a következőre kell nekem figyelnem, egy kicsikét fölgyógyítom magunkat. I really needed that. A pick me up. Nézzük csak, fegyverügyileg hogy állok. Azt mondja, hogy az jó, oké. Okay. No. Ugyanis most futás lesz, de nagyon. Sziasztok! Úgy né? Na, és csak elfogytak, egészen jól sikerült megoldanom ezt a részt is. Alapvetően onnan jön egyébként ki a dög, tehát arra kell figyelnünk, hogy esetleg pisztollyal esnénk neki, és itt van az első kis kulcs. Megint csak hármat kell összegyűjteni, és megint egy nagyon király kis fegyvert fogunk kapni. Bár az előzőt sem nagyon-nagyon használtam, de ettől függetlenül nem baj, hogy bár nem, bocsánat, az elsőt azt nagyon is használom. Következő állomás az ide bent van. Azt mondja, hogy a vírusos fertőzés gyorsan végigment a kollégiumon. Azt mondja, 9 fertőzött beteg volt a múlt hónapban, mai napra 34-re emelkedett. Azt mondja, minden a morál hiányára vezethető vissza. Azt mondja, hogy főleg azok között terjed, akik a védekezés nélküli szexet részesítik előnybe. Azt mondja, hogy igen, tehát hogy testnedvekkel terjed, más felől pedig a tradicionális nemű betegségek visszaszorulóban vannak, olyan, mint hogyha a vírus megölné a versenytársakat. És itt a következő... Csak a következő kell nekem, hogy ide jövök és megtapizom ezt. És most pedig innen ki is lépek, ugyanis most püfölünk, de gyertek, rohadékok! Oké, elfogytak. Ott van szembe egyébként megint csak a fegyveres dobozka. Én pedig ezt azért fogom megnézni nektek, hogy most ezt így szépen összerakjam. Megint csak nem egy bonyolult történet, csak ugye megmutatom nektek, hogy mégis hogyan lehet ehhez hozzájutni. Ilyen kis apróság. De jó, vannak olyan végigjátszásaim nekem is, mint például Rezi 2, ahol nagyon sok dolgot nem használtam, tehát például nem mutattam meg a dokumentumot, hogy miben lehetett elolvasni ugye ezeket a dolgokat, nem mutattam, vagy nem vettem fel a térképet hasonlók. Itt azért igyekszem nektek megmutatni, hogy mégis hogy a fenébe jutottam arra a konklúzióra, amelyikre jutottam. Na. Fordítva. Nulla, 1-0-8. A kód az pedig ide fog majd kelleni nekem mindjárt. Majdnem elfelejtettem. Itt még van egy lőszer. És nincs lőszer. Hoppácska, hoppácska, pedig kellett volna, hogy legyen. Ez szerint akkor nem minden alkalommal van. 0-1-0-8. Nem tudom egyébként, hogy mennyire befolyásolja mondjuk a... Egy pillanat. Nem tudom, hogy mennyire befolyásolja például az, hogy hogyan állok lőszerrel, vagy hogyan sem. Na, le is rendeztük mind a kettőt szépen. Egyik szívecske, ott a másik szívecske, gyerünk. Nem ezt akartam.
Ott is van a szívecske, azaz. Na, itt is némi dokumentum. Mondom, itt is némi dokumentum. Előbb pedig valamibe belenéztem, na mindegy. Onnan jöttem be. Itt van valahol, itt is van. Ez pedig sosem árt egyébként, hogyha maxra töltitek, tehát sosem lehet tudni, ugye, hogy éppen mibe fogtok belefutni. Jó. Oké, és... És akkor haladunk tova. Nem, valamelyik kórterem nyitható, a szembe kórterem nyitható. És itt fogom megtalálni majd a harmadik kulcsot mindjárt, de kizárólag ezért jövök be. Itt ágy eltol. Kulcs ott van. Ennyi. Gyakorlatilag semmi más nem kell. Menjél már, arrébb szöszi. Most a következő helyzet, hogy itt kellene ugye majd ez zárva, itt kellene majd tovább haladnom, de ugye kettő darab kártya kell hozzá, nekem pedig egy van. Egyébként megmutatom nektek, hogy ez a Herbert West kártya. Hogyha valaki egy kicsikét otthon van így a mindenféle horror cuccokban, akkor annak ez a név ez annyira nem lehet ismeretlen. Hogyha gondolkodnátok, hogy honnan is van, akkor csak szólok, hogy Lovecraftot kell olvasni. H.P. Lovecraft írt ugyanis egy Herbert West nevű fickóról, aki kísérletezett a holtak föltámasztásával. Úgyhogy azért vannak ilyen kis klasszikus utalgatások, tehát azért a francia bácsik sem voltak éppen buták, amikor összerakták ezt a játékot. Tehát szeretem az ilyen apróságokat. Ez pont olyan, mint amikor a Silent Hill-ben például, Silent Hill 2-ben például biztos vagyok benne, hogy így volt. Az összes létező utcát mindenféle horror írókról nevezték el, hogyha megfigyelitek. Tehát King utca, vagy Kunz utca, tehát ilyesmik voltak végig mindenhol. Tehát ugye... Majdnem azt mondom, hogy Larry King, tehát ugye... Stephen King, vagy például ugye a másik delikvens az ugye Dean Arkunz, tehát rengeteg ilyen cucc volt benne végig, úgyhogy én nagyon szeretem egyébként a mindenféle dolgokban, filmekben, könyvekben, játékokban az ilyen kis áthallásokat, ilyen rejtett utalásokat, amiket nem feltétlenül vesz észre mindenki. Na, ezt remélem, hogy megúszom. Nagyon remélem, hogy megúszom. És itt most futunk, de rendesen. És ott van egy ilyen rohadék. Aj, basszus, csak megfogott. Futás. Hagyjál már békén. Na most kell rohadt gyorsnak lennem, ugyanis az egy kártya kell, és futás kifelé az ajtón. És megúsztam. Rohadt nagy döggel nem kell foglalkozni. Ad ugyan életet ugyanúgy, mint a többi a szérummal, viszont annyira nem extra a dolog, hogy érdemes legyen vele foglalkozni. Gyakorlatilag semmi más nem fogunk tudni ott találni, és akkor most a kettő darab kártya fog nekem kelleni. Egyik kártya. Jó, másik kártya. És irány befele. Did you really need to snort that junk? They can mess around all they want, but not you. I know you found things hard since Leafmore, but so have I. It's one more reason not to give up. It's been eating away at me for far too long now. Put up a fight for Christ's sake. We're family. If I can do it, there's no reason for you to lose it. It's been 2 years, Kenny. Don't just give up. You've always been the stronger one, and I just can't take it anymore. Then you're going to die, little brother. Grow up and save your life, please. Quick, get out of here! Move, Amy, move! But where are you going? To the elevator! Azért vannak problémák. Gyerünk!
Na, ez meg egy roppant gyors váltás volt. Idekint egyébként nincsen semmi, úgyhogy nem is kell vele különösebben foglalkozni. Gyerünk már! Mit lövöldözik már az idióta liba? Na. Tessék, használd ezt. Ezt meg add ide. Elhasználja az összes lőszeremet, basszus. Istenem. Na. Oké, becsuktam a fiatalembert, vagy kicsuktam inkább. Na és itt megint újra lehet tölteni szépen, ennyit használtunk el. Ostoba, na. Someone will pay for what happened to June. I promise. Just focus on getting out of here alive, okay? Na, ismételten egy apró váltás van, nekem pedig June az egyébként egy tökéletes, vagy June-na, tehát May az egy tökéletesen jó megoldás. Úgyhogy én meg is tartom szerintem, csak előtte kicsikét átrendezem a dolgokat. Először is adok a kezébe egy ilyen szép nagy dögöt a másik helyett. Aztán a shotgunt azt szépen bepakolom magamhoz, biztos, ami biztos alapon. Aztán haladunk tovább. Úgy néz, szépen megúsztuk. Oké. Bocsika, akkor viszont mét azt megszúrom egy szérummal. Jó. És akkor nekem pedig ide mély fog kelleni. Egyébként, hogyha valaki kimaradt volna az első rész eseményeiből, aki ismét hackelünk, valaki kimaradt az első rész eseményeiből, ugye Kenny volt az egyik túlélője annak a kísérletnek, amiben tanulókat használtak arra, hogy elszúrtam. Nem szúrtam el. Tanulókat használtak arra, hogy kísérleti nyúlak legyenek, és ugye Kenny volt az egyik túlélő, na most azóta sem mondanám, hogy a lehető legjobban van. Ezt, hogy ezt a hülyeséget meg... Na, tehát itt érdemes egyébként nézni, hogy hogyan kell nitroglicerint csinálni, ami egyébként a dinamit alapja. A dinamit ugyanis semmi más, csak stabilizált nitroglicerin. Na, és én csak ezt úgy jegyeztem meg, hogy baigs, ennyi. 1634-es kód az pedig fog nekem kelleni. Na, tehát lényeg, amit elkezdtem mondani, hogy kedves Kenning, az meg egy kicsikét oda van, méghozzá totálisan okkal. Ott is van még egy kulcs. Mi volt a kód? Egy, hat, három, négy, jó. Egyébként ezt én nagyon jó ötletnek tartom, hogy... 1, 6, 3, 4... Na, tehát ezt egy nagyon-nagyon-nagyon jó ötletnek tartom egyébként, hogy az előző részben megismert egyik szereplőből csinálnak ilyen smörét, ugyanis későbbiekben is úgy fog csak megjelenni, csak szólok. Oké, és ezt is összeszedtem. Ha jól emlékszem, akkor itt más már nincs is, talán valamelyik üvegcsébe. Üvegcsében, van valamelyik szekrénybe. Nem, nincsen következő terembe akkor irány. Lényeg az, hogy össze kell szednem az alapanyagokat itt a... Na, tehát lényeg, hogy össze kell szednem az alapanyagokat, de előtte össze kell szednem némi energiaitalt. Oké, és akkor azt szerintem benyomom Olafnak a fejébe. És most jöttem rá, hogy elszúrtam, mert hogy az előző helyszínen nem nyomtam végig a cuccokat, és nem mentem vissza az extra fegyverért. Na mindegy, ha jól emlékszem, akkor az nem is egy nyílpuskát kaptam volna. De minden igaz, akkor vissza tudok menni. Majd későbbiekben. Elvégre vissza fogok térni arra a szintre, ha minden jól megy. Menjél ma odébb. Na. Kicsit oda van a fiú. Na, elszúrtam. Lényeg az, hogy ezt ne csináljátok utánam, hanem menjetek vissza szépen majd a három darab kulcsalapba a terembe, ahol meg lehet kapni a
extra fegyvert. Nem kötelező, de jól jön. Itt meg nem kell aggódni, egyenőre csak ilyen kis bigyók jönnek. Még egy kis kulcs. As my ancestors would say, they have gone to drink mead with the gods. Glycerin. Azt mondja, hogy férfi alany, 22 éves. Azt mondja, hogy nulla negatív vér. Kivérzett. Ismeretlen fegyver által is ebb miatt. Furcsa fekete anyag található rajta, a tüdőben és a genitáliákon koncentrálódott. A tüdő az első, ami ki lett téve az anyagnak. Azt mondja, ami parazita természetet mutat. Valószínű, valamilyen narkotikummal került be a légzőrendszerbe. Oké, a barátnője szintén halott volt, de neki csak a nemi szervein találtak ilyen elváltozásokat, tehát valószínű, hogy a cucc az terjed, ugye? Nemi úton is. Mint az közismert. Némi száraz jég. Kicsikét elpüszöltem a leányt. Azt a viking hülyeséget. Lelke már Valhallában van. Ez van, akinek jól áll, de van, akinek nem. Fogjatok el. Bocsi. Na végre, ezt az ajtót keresem már mióta. És itt egy újabb kulcs. Most már van 6. Úgyhogy nagyon remélem, hogy tényleg vissza tudok jutni majd. Azt mondja, hogy a virág különböző parazita növények kombinációja. Halucinációkat okoz, fájdalomcsillapító, altató hatású. Party drogként használják a Fork Creek-en. Hogy kinyíltak ma este fekete ködben. Na, tehát lényeg az, hogy szétengedték a spóráikat. És a spórák aktiválták magukat mindazokban is, akik már előtte ki voltak téve nekik. Egyenlőre maga a metamorfózis, hogy hogyan működik, az nem ismert. Nézzük csak, mindenem megvan. Itt kell majd csinálnom. Nem, még a tisztítószert azt... Érzékeny a fényre, jó? Nem. Oké, némi tisztítószer is most már megvan. Na most akkor... Ugye Ba-X azt mondtam, ugye Bleach. Ice. Glycerin. És egy kis szóda. It's time to test out our mixture on the newly constructed wall near the entrance. Na, kiszerzett dinamitot? Nem. Shannon! Hát, vannak itt bajok. Na, most, hogy ez is megvan, akkor megyek, beszélek először is a prof bácsival. És kapunk egy kis extrát tőle. I borrowed a battery pack from the hospital. I modified it so it would be compatible with your equipment. It will last longer. Really? You can do that sort of thing? Of course. I may be a biology teacher, but I also surf the internet. Na, mit kaptam? Nem, most kaptam meg a nyíl puskát, oké, akkor a következő alkalommal kapom meg a következőt. Úgy látszik, hogy akkor nem tudok visszamenni. Úgy látszik, hogy ha kihagyok egy fegyvert, akkor a következőnél bedobja.
Na mindegy. Na, most pedig nekem nyitnom kell egy újabb bejáratot, amit viszont ott fogok megtenni. Na gyerünk. Watch out! It's gonna Futás. Explode! Wow, it was really powerful. It's really powerful. The storage area. The professor was right. The ambulance parking lot can't be far away. Na és akkor itt egy kicsit gondolkodnom kell, de nem vele, hanem nekem a Kori kell majd. Hol vagy, Kori? Gyere ide! Kiváló, köszönöm szépen! És megkaptad a fegyvereket is? Megkaptad a fegyvereket is, remek volt, köszönöm. Na, Kori, te maradjál ott, légy szíves! Nem én sehová, ha kérhetem. This thing weighs a ton. Ezért mondtam, itt egy apró kis... Hát nem tudom, annyira nem agyalós egyébként a dolog, de... Ártani nem árt. Egy szinttel lejjebb. Lényeg az, hogy igazából át kell mászni, mert hogy az égvilágon mindenhol el vannak zárva az utak, és le van szakadva az, aminek nem kéne, hogy le legyen szakadva. Been a long time. You look like a koala from where I'm standing. Come a little closer and then I'll show you what a koala can drop on your stupid head. Okay. Itt az a bajom igazából, hogy itt kellene, hogy legyen egy sátgán lőszer, de nem van sátgán lőszer, úgyhogy akkor megyek tovább. I'm gonna fall and break my back. Then I'll be really pissed off. Slave, my carriage. Shot. That's gonna help us hold out. Hol van, Kori? Ambulances! It's our only chance to get off campus. They're behind this warehouse. Oké, okay. Hát csak arra kell rájönnem, hogy hova ment ez az őrült. És sehol semmi, na mindegy. Na a lényeg az, hogy akkor itt ugrott föl. Ott fogta magát, átmászott, itt eljött körbe. I should be able to climb these shelves, but I need to get up to the right height. Pont a lépcsővel szembe kell nekem azt a túl... de nem látom, hogy hol vagyok. Na, elvileg akkor oda kell. Aha. Ezért nem találtam én, hogy hol a fenében van, pont a túloldalon rosszul emlékeztem. Úgyni. Kiváló, köszönöm. Did you know Amy's crazy about you? Maybe. All you need to do is stay alive and she needs to stay alive. I can hear the wedding bells already. Let's just hope they don't turn out to be funeral bells. Na, akkor még egy kicsit ide. Oké, és azt az ajtót még ennyire nem cseszegettem, viszont sokkal inkább ide jövök. Na gyere, Sven. Svennek hívják egyáltalán? Vagy Olaf? Vagy mi a neve neki? És akkor szépen felszedjük drága norvég barátunkat. Csak hogy azzal is teljen az idő. Gyere már föl. Na ne. Ó, te barom. Komolyan föl kell emelnem a fickót ott is? We need to find a way of reaching that door at the end. Nem, na azért azt hittem. Ja, hogy ezért nem fértem el. Jó van, akkor mindegy.
Na, én viszont most barátkozok egyet ezzel a virággal, és majd innen fogom nektek folytatni. Nagyon remélem, hogy ez tetszett, ez a rész, és kezditek kicsikét átérezni ti is a történetet. Következő alkalomig pedig nagyon remélem, hogy várni fogjátok a folytatást. Lassacskán egyébként félúton vagyunk a játékban, annyira nem lesz hosszú. Én pedig köszönöm szépen nektek, hogy itt voltatok velem. Sziasztok!